Hát akkor üdvözlök mindenkit a Hambas Béla esten. A hölgy elsősége az ugye Szappenikő tanárnő, aki igaziból lelkészasszony volt. Most már nem az, vagy nem tudom pontosan, hogy ez hogyan működik nálatok, de most, ha jól tudom, meghatározhatatlan. Igen, akkor ugye most homeopátiával foglalkozol, vagy természetgyógyászattal, de hogy nem távolodtál el azért a vallástól. Nem tudok eltávolodni. Igen, hál' Istennek. A másik beszélgető partnerünk pedig Gergó Dávid, aki nagyon régi cimborám még a gimnáziumból, és hát nem hívtam volna akkor csak ezért, hanem hogy tudom róla, hogy nagyon szereti a filozófiát, és különböző általam nem olvasott könyveknek az olvasója, mint amilyen bármiféle európai filozófus, mint például Nietzsche vagy korábbiak. És hogy folyamatosan képzi magát ebbe a témakörbe, és a szereti Hambast azért, hát igen, mondott erre. Jól mondtam, Dávid? Igen, igen. Bobit még gimnáziumból ismertem meg, úgyhogy azért fogom Bobinak hívni, hogyha tudom, ez nektek furcsa lesz-e, vagy nem. De hogy engem alapból érdekelnek ezek a témák, az tény, de a szakmám az nem ez, tehát hogy én számviteli végzettségem van egyébként, úgyhogy filozófia is inkább egy hobbi, mint hogy most én ilyen nagyon szakmai szempontból tudjak róla beszélni, de nyilván érdekel, meg a Hambast is szerettem, régen többet olvastam tőle, mint most, de nekem is tök jó volt újra olvasni, úgyhogy jó, örültem a meghívásnak. Köszi szépen, hát a Marci pedig a Marci, én pedig én vagyok. Szóval akkor kezdjük el a titkos jegyzőkönyvet. Szerintem elindulhatnánk azon, mert... Nem, mert ezt akkor... pont ide be tudnám kötni az apokaliptikus monológot, mert hogy ott ugye pont az az, amivel foglalkozik, hogy ki is ő, és hogy hogyan jön ő létre, vagy hogy ez az egész, ugye elindul A pontból, a gyerekből, és ugye az ugyan elérkezik a végére. Itt egyébként ki is jelöltem nagyon hát fontos mondatokat ebből, úgyhogy ha nem baj, akkor itt Hambasnak a szavaival próbálnám ezt a kis hát élethidat itt fölvázolni. Ugye eleve így kezdi ezt az apokaliptikus monológot, hogy éberségemet azért szeretném, amennyire csak lehet fokozni, és soha nem elveszíteni, hogy a halál pillanatában a lélek kiteljesedését egész nagyszerűségében át tudjam élni. Ez már eleve egy olyan gondolat, hogy úgy akar meghalni, hogy teljesen józan legyen, tehát hogy teljesen a halálra tudjon koncentrálni, amivel én legalábbis nem igazán találkoztam előtte, és itt fölmerült bennem az a kérdés, hogy Hambas Bélának a szövegeit tulajdonképpen, vagy hogy ez a titkos jegyzőkönyv miről szól, vagy hogy mi itt ezt az öt fejezetet, vagy részt, mi az, ami összehozza, mi az a központi hát logika, és arra jutottam, hogy ez nem más, mint ahogy tényleg itt mondta rá, hogy ez a létezés, vagy ahogy itt Marci mondta, hogy minden egybe kapcsolódik bele. Tehát, hogy igaziból Hambas Béla, amiről beszél, az, hogy hogyan próbáljuk meg megélni a saját életünket. És mint hogyha minden pillanatban reflektálna arra, hogy abban a szituációban, amiben most vagyok, hogy én hogyan élem meg az életemet. És hogy valahol ez a tudatosság, hogy tudatosan élni az életet, az baromira fontossá válik. És hát itt ugye ebben az apokaliptikus monológban voltak éppen az életkorszakokat, itt 7 évekre bontja ezt föl. Ugye az utolsóban azt mondja, hogy 6 év is elég volt annak a 7 évnek az elvégzéséhez. Tehát tulajdonképpen itt 7x7, azért 49x48 évről beszél tulajdonképp. De tehát hogy az, hogy hogyan jut el tulajdonképpen egy ilyen megváltott, vagy a megváltott emberhez, vagy ahhoz az emberhez, aki az egész létezését teljes egészében hát értelmezni tudja és kontrollálni. Olvastam egy picit róla, hát tényleg csak néhány mondatot, és hogy az engem tökre megdöbbentett, hogy meg ehhez szerintem nagyon kapcsolódik, hogy az életének az utolsó pillanataiban, amikor nyugdíjas lett, és már eléggé idős volt, és nem igazán ért, akkor az ő problémája az volt a leginkább, hogy úgy éle, vagy úgy élte, mint ahogyan írt. Tehát, hogy azokat a dolgokat, amiket itt leírt, hogy ilyen mindenféle megvilágosodás, hogy eljutni a,
létezés végső hát értelméhez, hogy ezt ő meg tudja valósítani az életében. Szóval arra gondoltam, hogy itt kiemelnék néhány ilyen mondatot, amiről itt tudunk beszélni, és ami ez egyébként van gondolatom, de igazából a legnagyobb gondolatom az, vagy inkább tapasztalat, hogy meg ami miatt szeretem is olvasni ezeket a szövegeket többnyire, az az, hogy értem azt, hogy miről beszél, tehát értem azt, hogy mire gondol. Hogy úgy érzem, hogy átéltem olyan dolgokat, ahol értem azt, hogy ez az állítás, hogy mondasz, hogyan tud működni. Nekem is gyerekkoromban volt többször olyan, amikor így egyszer csak, mint hogyha kikapcsolt volna az agyam, és így azt éreztem volna, hogy élek. És hogy ez egy szörnyű érzés, ez tényleg egy megszokhatatlan érzés. Nem tudom, hogy veletek volt-e ilyen, hogy így rácsodálkozok magamra, hogy úristen, hogy így értem azt, hogy folyik az erembe a vér, akkor ez is az egész, ez mennyire fura, és hogy mennyire, hogy mennyire szerencse, hogy ez így létezik. Tehát, hogy ilyen tőlem független. Veletek még nem volt sose ilyen, hogy így éreztétek azt, hogy éltek. Mint hogy egy picit ilyen kintről éreznétek ezt. Nagyon, nagyon nehéz ezt megfogalmazni, de hogy szerintem hangosítva mi ilyesmit hoz elő, hogy a létezés maga az egyszerűen nem természetes. Tehát hogy az, hogy itt vagyok, hogy itt ülök ennél a gépnél, mindenki annyira belülről olyan természetesnek veszi, de hogy vannak olyan pillanatok, amikor így rádöbbensz arra, hogy ez egy ilyen kegyelem, hogy ez nem magától érthetődő. Én ezzel rengeteget szoktam gondolkodni, hogy annyira természetesnek veszük az életet, onnantól kezdve, hogy élünk. Annyira természetesnek vesszük azt, hogy reggel felébredünk. És hogy nagyon megráz bennünket, amikor egyszer csak meghallunk egy olyan hírt, hogy valaki az ismerősei közül lefeküdt és nem ébredt föl. Tehát, hogy az élet az tényleg nem természetes. Hogy valójában az életnek minden perc ajándék. Vagy azt is mondhatom, hogy az élet minden percében kegyelem. Tehát ezért rettenetesen nehéz egy hirtelen halálnak a feldolgozása, mert teljesen érthetetlen. Teljesen érthetetlen az, hogy az élet, amit mi természetesnek veszünk, egyik pillanatról a másikra nincs. És mivel ez megtörténik, ezért az emberbe belehasít az, hogy az élet mégsem természetes. Valóban, már egy pillanatban bármi megtörténik. Egyébként most, amit elmondtál, konkrétan ezek a szavak vannak néhány oldalra arrébb. Tehát, hogy az élet az kegyelem is, hogy teljesen természetellenes a létezés maga. Ugye ez csak azért mondhatja hangos, mert hogy tapasztalt egy ilyet. Tehát itt ugye ez a légnyomás, hogy nem tudom mi, hogy ugye hogyan kapja vissza az életet. Tehát egy nagy betegség, egy nagy megsebesülés után az embernek lehet ilyen tapasztalata, hogy az élet az nem hétköznapi, vagy például természetellenes. Én viszonyatosan tetszik ez a gondolat, mert tehát, hogy így a gyerekek tényleg mit szeretnek lenni, vagy mik szeretnének lenni. Persze néhány gyerek azt mondja, hogy szeretne mondjuk kukásautós lenni, mert hogy tetszik neki maga a kukásautó, és aznak mondjuk a kezelése, hogy ugye valaki orvos szeretne lenni, tehát hogy általában senki nem mondja a gyerekként, hogy könyvelő szeretnék lenni, vagy hogy szeretnék mondjuk. Tehát a tanárt is elég ritkán, de hogy ilyen tehát unalmas szakmákat nem mondunk, hogy ugye, tehát ugye a gyerek így hogyan tekint magára, hogy a létezésének értelme van. Tehát, hogyha már itt van a Földön, akkor biztosan valami nagy dologra hivatott. Akár mondjuk a megváltásra. És ugye itt ezekben a részletekben itt ugye először megváltó akar lenni, ezt amikor rádöbben arra, hogy hát Jézus végül is tényleg jobb megváltó lehetett nálam, mert hogy ő azért olyan szintet nem tudna csinálni. De hogy hát akkor utána majd keresztelő János lesz. És utána tulajdonképpen egyre inkább, minél inkább nő fel, annál inkább süllyed le, az az igénye, hogy ő mi akarna lenni, vagy hogy minek hívja magát. Ja, de ez amúgy tök érdekes, szerintem egy másik helyen említi azt a fogalmat, hogy Ars Magna, az élettervezés művészete, és ami mondjuk érdekes abban a szempontból is, amit a Marci is említett, hogy ugye modernitás, meg darwinizmus, meg
meg ezeknek a modern tudományoknak az egyáltalán elvetése, mert ugye ő ezt megteszi elég sok helyen ebben a műben is, hogy például amikor ez a gyerek elképzeli azt, hogy ő megváltó lesz, és ahogy az Émi előbb mondta, hogy ahogy felnő az ember, ugye egyre inkább elveti azt az ötletet, mert ugye szembesül azzal, hogy mondjuk mire nem lehet képes, vagy mire lehet képes, és akkor behozza magát mondjuk egy ilyen középszerű állításba, de ez a gyerek, mert ugye az apokaliptikus monológban nagyon sok helyen utal arra is, hogy a lemondás mennyire fontos. És hogy az az érdekes, hogy ez a gyerek pont a megváltóig nem azzal akar eljutni, hogy mint ahogy mi például én könyvelő akarok lenni, most maradjunk ennél a példánál, mit kell megtennem ahhoz, hogy könyvelő legyek. Elkezdek építkezni, ez kell, ez kell, ez kell, mindenféle kell ahhoz, hogy te könyvelő legyél. De a megváltó az pont inverzen működik lefele. Ez nem kell, ez nem kell, ez nem kell, ez nem kell. És ez például tök jól mutatja azt is, hogy a modernitást elveti, de úgy veti el, hogy azt mondja, hogy az ember szellemi lény volt először, és ugye a darwinizmust azzal veti el, meg az egész evolúciót, hogy a modernizmus pont abba az irányba visz, ahonnan mondjuk a gyerek könyvelő akar lenni, és a megváltás meg pont arra visz, hogy elvettem azt az eredeti evolúciót, amit ugye a modern tudomány evolúciónak nevez, hanem elindul abba, hogy oké, bontjuk le azokat, amiket mi most nagy tudásnak nevezünk, és hova jut el az az ember, aki mondjuk lemond erről, lemond arról, mert egyébként meg a Hamvas még a vagy az élete vége fele azt mondta, hogy ez is mondjuk kicsit ilyen túlzás, ő szereti a túlzásokat szerintem, hogy neki már csak egy dologról kell lemondania, és az az írás. Ez is egy ilyen vicces kifejezés. Beszélek róla, néhány dolgot összegyűjtöttem, és akkor utána még tovább folytathatjuk. A legelső dolog, mert elolvastam kétszer ezt a részletet, és azért elég sok mindenről nem fogok említeni semmit, mert elég sok minden van benne, meg sok mindenre ki lehetne térni, de én próbálok egyféle logikát követni, amit én gondolok róla. Legelőször abból indultam ki, hogy összeszedtem, hogy Hamvas mit állít az Arlequin-ről, tehát hogy ki ez a bohóc, mert azt mondhatjuk, hogy ez egy bohócról van szó, hogy mik a jellemzői, és ezeket összegyűjtöttem úgy, hogy azt mondja, hogy ennek a Arlequinnek nincs igénye úgynevezett tudományra és bölcsességre, irracionális, nem fél senkitől, nem vágyik a hatalomra, boldog, kedélyes, élvezi a szabadságot és az élet örömét. Most innen szeretnék indulni, mert azt vettem észre, hogy ugye, hogyha mondjuk az ember a bohócról gondolkodik, vagy magáról a Joker filmről, vagy bármi modern megmutatásában, hogy ez mit, kit akar, milyen személyiséget akar, akkor nyilván általában az van az ember fejében, hogy ez egy őrült, egy ilyen kis egyszerű ember, aki nem tudom, aki egy királynak éppen vicceket mesél, és egyébként hülye. Tehát, hogy ez a kiinduló pont, amit gondolna az ember. És az, hogy a Hamvas mit hoz ki ebből, azt próbálom majd levezetni, és hogy szerintem miért lesz hozza ki. És kicsit utána jártam, hogy a művészetben, illetve az irodalomban, hogy jelent meg még korábban, de azt mondják, hogy Shakespeare után lett az, hogy egyáltalán a bohóc egy művész önarckép is lehet. Tehát, hogy nem csak az, aki a királynak szolgál, és valami hülye, hanem hogy egyáltalán egy ilyen okos szerepébe bújik. Tehát a művész megmutatja magát, mert azt is mondja, hogy a Shakespeare bújt a bohóc bőrébe, és akkor az összes többi szereplő megmozgatja a saját hatalmi vágyai szerint, meg mindenféle szerint. És elolvastam egy magyar vonatkozásban, és a Karintinak van egy olyan műve, hogy az a cím, hogy Cirkusz. És a Karinti ugye híres volt arról, hogy a nagy nevettető, meg a vicces novellák, meg írások, de hogy ez pont egy ilyen komolyabb történetről szól, és ott meg pont megjelenik ez a melankólia, ez a kicsit ilyen önmarcangoló ember, aki szeretné megmutatni magát, de mégsem tudja megmutatni magát, és akkor ő ebbe próbálja megmutatni, hogy ez a bohóc, úgymond, akit a művésznek neveznek, hogy ez kicsoda. Na de a Hamvasnál ez nem ezt jelenti szerintem. Tehát csak azért mondom, hogy ez nem ilyen jellegű nagyszkép megmutatása, hanem egy teljesen más, illetve szerintem egy mélyebb megjelenítése.
És akkor ő itt behozza ezt az orfikus meg a mágikusnak a két különböző világát. Az egyik ugye ez a rendszerezett, értelmes, harmonikus, a másik meg ez a mámor, meg megfoghatatlan. Ez nekem azonnal, nem tudom, olvastátok-e a Nietzsének ezt a Tragédia születése című művét, de abban elég erősen benne van ugyanez a jellegű szétválasztás, az Apollóné és a Dionysoszi különböző két megvilágításában. Ez nekem kicsit hasonlított ahhoz. És ezen a vonalon indul el nyilván, hogyha az Arlequint megfogjuk, akkor hova tesszük? Beletesszük ebbe az őrület világába, és azt mondjuk, hogy ő a mágikusnak nevezett ember. És mivel ezzel itt még nem lehet lezárni, mert ugye tovább viszi a hatalom vágya felé ezt az egészet, hogy ott még egyszer ketté választja az egészet, mert az Arlequint nem lehet beletenni abba a sapkába, hogy ő a hatalomra vágyna egyáltalán. Tehát itt mondja a Hamvas ezt a vaulting ambition-t, hogy a hatalom utáni vágy, ez a hatalom őrület, ami meg pont a királyoknak, meg a most mondhatnánk politikusokat akár, vagy bármi hasonló típusú ember, aki arra vágyik, de hogy nyilván az Arlequin az nem ez. És itt jelenik meg alapból az a paradoxon, amit ő a lét paradoxonjának mond, hogy az Arlequinnek nem kell a hatalom, és ő pont azzal próbálja megmutatni, hogy minden, amit ő kifejez, az gyakorlatilag ellentétben áll azzal, amit a hatalom akar. És a Hamvas ugye itt elég sok helyen megmutat olyan dolgokat, vagy leír olyanokat, hogy amit keresel, az nincs például, amit nem keresel, az megvan. És ez például tök jól tükröződik, az evangéliumból is vannak ilyen részek, hogy amikor Jézus azt mondja, hogyha téged arcon ütnek, akkor tartsd a másik arcod másik felét, inkább így mondom. Tehát, hogy ez egy ugyanilyen irreális paradoxon. Mert mit mond az ember, arcon ütnek, akkor üssél vissza, védd meg magad. Tehát, hogy ez a evangéliumi gondolat szerintem ugyanúgy megjelenik ebben a bohócban, és itt még tudok mondani talán hasonlót, hogy valamiből minél több van, annál gyengébb, minél több pénzed van, annál jobban elveszel abban az értékrendben, amit ő értéknek gondol. Akkor ugyanígy Jézus mondta ugyanezt, aki elveszti önmagát, az megnyeri azt. Tehát ezek a paradoxonok ugyanúgy visszatükröződnek ebben a paradoxonban, amit ő Arlequinnél próbál megmutatni, és ugye a végén mondja azt, hogy példaként említi a Szent Ferencet. A Szent Ferenc nekem az egyik nagy kedvencem egyébként, tehát ő az a személy, aki gyakorlatilag kívül állt abból az egészből, amit mi mondjuk kereszténységnek nevezünk, vagy akár a világnak nevezünk, vagy a nagyravágyásnak nevezünk. Tehát ő egy teljesen egyszerű ember volt, aki kinn a madaraknak prédikált, meg nem tudom, betegeknek segített. Tehát ez a kívülállóság, és ő nem, a Szent Ferenc nem okos ember, nem egy tudományos hős, aki éppen meg akarja menteni a világot azáltal, hogy ő lesz a legnagyobb diktátor, és akkor kinyírja az összes embert, aki rossz. Tehát, hogy nem ebben gondolkodik egyáltalán, hanem pont fordítva. Megfordítja az egészet, és ezt szerintem visszatér ahhoz, amit az apokaliptikus monológban beszéltünk, hogy a lemondás irányában indul el a gyerek, és ez nem feltétlenül áll ellen szerintem most visszatérve az evolúciós elméletre, mert miközben a gyerek nő fel, fizikailag növekedik, tehát fizikailag evolúciós irányba halad, de hogyha szellemileg is akar növekedni, akkor meg pont az inverz irányba is kellene haladnia. Szerintem Hamvas ott azt próbálja kritizálni, hogy az ember, a modern ember, meg a modern gondolkodás, az pont csak a fizikai modernitás és evolúció gondolati világában tud gondolkodni, illetve abban próbálja megkeresni a teljességet. És ő meg pont talán azt mondja, hogy ez a teljesség, ez nem ebben fogod megtalálni, hanem valami inverz másik irányban. És ezt nevezi irracionálisnak, ezt nevezi paradoxonnak. És csak egy nagyon röviden, ami még nekem eszembe jutott erről a paradoxon elméletről, hogy például az embuddhizmusban vannak ezek a koanok,
ezt úgy nevezik, ezek ilyen kis rövid tanító versek, vagy nem versek, hanem ilyen tanító történetek, és tessék? Talányok. Igen, és hogy abban vannak, ami nekem nagyon eszembe jutott erről a paradoxonról, meg irracionálisról, hogy például most mondok egyet. Hány óra van, mester? 3. De hány? 3. De hány? A mester ekkor megvilágosodott. És ezt elolvassa az ember, és akkor így azt mondja, hogy oké, ez, vagy azt mondom, hogy ez hülye, tehát hogy ez most mi, hanem azt mondom, hogy pont azt akarja megfogni, hogy az ember ne az elméjével gondolkodjon, ne a gondolatok alapján próbáljon mindent megfogni, mint a nyugati filozófia, és egyébként itt tér vissza szerintem az, hogy a Hamvas nagyon erősen megkritizálta azt a modernitást, ezt a modern gondolkodást, ami akkor volt, mert egyébként a filozófiában is akkor mondott csődöt ez az egész, hogy mindent a szubjektívből, mindent ismeretelméleti szempontból tudunk megközelíteni, és ezért halt meg Isten. A Nietzsének az Isten halála, ugye ez gyakorlatilag oda vezet, hogy az ember minden az én elmémből indul, minden tapasztalás csak innen lehetséges, tehát az isteni tapasztalást ezt nem tudom fogalmilag beletenni abba a világba, amiben jelenleg élünk. És ezt nyilvánvalóan ő is próbálja kritika alá vonni. És csak még egy utolsó dolog utána átadom a szót nektek, azt még szerintem fontos lehet talán tudni, hogy a 19. században tehát kialakult egy ilyen tradicionális metafizika nevű irányzat, ami gyakorlatilag a filozófiával egy ilyen ellentét irányzatot indított el, és a Hamvas ennek úgymond elég nagy követője volt, tehát hogy a Julius Evola, illetve a Goénon nevű francia gondolkodót erősen szerette, meg támogatta, és ők pont ezt a tradicionális metafizikát követték, amik gyakorlatilag pont a modernitással állnak szembe, és valószínűleg ez erősen benne van a Hamvasnak a gondolatvilágában, hogy ez a modern világ az nem abba az irányba halad, ami mondjuk a kiteljesedés, és mondjuk a két világháború ezt lehet, hogy elég erőteljesen megdobta ezt a gondolkodást. Ez az Arlekin részekről az egyik kedvencem egyébként, és főleg azért, mert hogy itt is ez a magatartás forma, amit itt mondtatok, és hogy szerintem maga tarot kártya, több gondolatom van, inkább csak leszűkítem egyre, hogy ez a tarot kártya, van ugye, hogy azt mondja, hogy a bolond a 22. lap, és hogy ez a legerősebb lap. Mert hogy igaziból tényleg az fent említett dolgok miatt, hogy üti, mert hogy őnek tényleg semmi célértőre nincs az életben, és ez adja az erejét. És tegnap itt már beírtam a csoportba, hogy nekem erről baromira eszembe jut a Joker, de még inkább a Harley Quinn ez a szuper hős világba. Mert hogy én sokáig gondolkodtam azon, hogy mondom, hát azért itt egy Batman-nel, Supermanhez képest, zöldlámpáshoz képest, mit tud egy Harley Quinn? Tényleg, mi a franc az, amit tud? Mi az, amitől félelmetes, mi az, amitől szuper ereje van? És tényleg ez a mindenen kívülállás. Hogy tulajdonképpen érdek nélkül tud cselekedni, mert nem hagyja a hatalomvágy, nem hagyja igaziból semmi. És a világ egyszerűen fél ettől a hozzáállástól, vagy ettől az embertől. Ugye Diogenész mindenki hülyének nézi. Amikor itt ilyen személyeket mondok, ugye mondja itt Szent Ferencet, meg mondja Diogenészt, aki egyszerűen mindent elvet az életből, amire szüksége lehetne. Tehát, hogy annyi az egész, hogy él. Szerintem az azért nagyon-nagyon fontos, hogy arra, aki nem csak egyszerűen kívülban minden, és ő nem akar semmit, és neki nem kell semmit, hanem hát ami a hegyi beszédben van, hogy mi azt mondjuk, hogy mit teszünk, mit iszunk, mivel ruházkodjunk, és mi lesz holnap. És a hegyi beszéd végén Jézus azt mondja, hogy ezeket ne kérdezzétek, mert ezeket a pogányok kérdezik, hanem keresik először Isten országát és az ő igazságát, és mindez majd megadatik ti nektek. Az Arlekin azt gondolom, hogy tökéletesen ezt valósítja meg. Ahogy hivatkozik is rá az Arlekinba, hogy az Arlekin a Bibliában a lelki szegények. A lelki szegények azok, akiknek egy ide van, az Istenen függeni.
az Istenre kapcsolódni, úgy, hogy minden így volt. Ez az Arlekin szerintem is egy nagyon jó szöveg, talán ez a legerősebb szöveg az öt közül. De hogy a kiindulási pontja szerintem alapvetően téves. Tehát ugye azzal kezdődik ez a szöveg, hogy Rómeó onnantól, hogy meglátja Júliát, egy ilyen kifordított beszédet, egy félrebeszélést kezd működtetni a darabban, és ugyanezt történik Hamlettel, miután találkozik az apjának a szellemével. Na most a sok problémám van egyébként ezzel a kijelentéssel. A Rómeó nem a Júliával szemben használja ezt a beszédmódot, hanem pont, hogy a baráti társaságában használja, és nem is ő a kulcsfigurája ennek, hanem a Merkúció. Ugye nem tudom, hogy mennyire van előttetek a szöveg, de azért, ha mai fejjel egy kicsit snob módon nem látjuk, hogy mennyire vulgáris és mennyire pervers tud lenni itt-ott az a szöveg. De amúgy nagyon. És hogy ez a fajta ilyen fordított világkép, hogy neked a segged van a fejed helyén, és egyébként is hova dugd le a kardodat, ugye ilyesmiről beszélnek ott a fiúk az utcán, Ez nagyon egyértelműen ez a karneváli vidámság, ugye, amiről a Batyin írta a híres szövegét, a népi kultúra, a népi nevetés kultúrának a világa. A Hamlet az viszont iszonyúan nem ez. Tehát, hogy eleve egymás mellé tenni ezt a két dolgot, hogy ez az ember, ez a két figura ugye a szerelem hatására, meg a sok hatására ebbe az irányba fordulna, hát a Hamlet ugye pont, hogy el akarja dugni az ő szenvedését a világ elől azzal, hogy fölvesz egy álbohóc figurát. Tehát értitek, hogy mit akarok mondani, hogy mintha nagyon fontos központi művekkel alá akarnám támasztani azt, hogy én hogyan indulok el ezen a gondolatmeneten, de az már az első megfigyelésem ezer sebből érzik. A Rómeó, akit a főszereplőjének nevez a Rómeó és Júliának, hát még ez sem igaz. Ugyanazért annak a darabnak Júlia a főszereplője. Csatlakozzak. Azért, mert én meg pont meg az ellenkezőjét gondolom. Tehát a Hamlet kapcsán szerintem teljesen áll ez a példa, amit Hamlet hoz. Tehát azért, mert amikor elkezdik olvasni ezt a szöveget, és ugye mindenki azzal, hát hogy mondjam, tehát hogy mindenki azzal gyanúsítja meg ugye Hamletet, hogy meg van bolondulva, és hogy nem értik, hogy mit beszél, szerintem, ez tényleg, tehát hogy tényleg ez, amit Hamlet mond, mert gondol például arra, amikor ugye megöli a tanácsost, és akkor ugye kérdezik, hogy hát, hogy hol van, és akkor mondja, hogy hát ebédel, vagy hogy vacsorán van, akkor hogy, és hogy hol eszik. És ugye végül kiderül az, hogy ugye arról beszél, hogy ugye a férje teszik ők, tehát hogy ezért van vacsorán. Tehát én pont azt érzem, amit Hamvas mond, hogy a világ nem kezdi el érteni azt, vagy hogy nem érti azt, hogy Hamlet miről beszél, hogy Hamlet egyszerűen az igazságot mondja. Mert minden egyes részlet, amiben itt bolondnak tetteti magát úgymond, hogy ez hót komolyan állítja ezeket a dolgokat, mert rájön arra, hogy az élet az voltaképpen nem az, amit itt be akartak neki adni, hanem az azon kívül áll, és hogy sokkal tisztábban látja a valóságot. De a bohócnak egy önző kívülállása van, nem? Én ezt teljesen félreértem. Hát itt szerintem igen. Mert hogy, tehát most arra gondolok például, hogy hogyan tudnám prezentálni, vagy hogy mondjuk másoknak elmagyarázni, hogy mi ez az Arlekin állapot. Van két ember, aki cívódik valamin. Tehát, hogy mit én például egymásnak feszülnek hatalomért, vagy valamiért, és ez az illető, szintén, hogy már ember, szerintem ti is tapasztaltatok ilyet, hogy így mondjuk két olyan ember vitatkozik egymással, és így hátránézed, és így nézed, hogy most ebből mi lesz, és hogy totál értelmetlen, amin ezek veszekednek, és ezt te pontosan tudod jól, hogy teljesen mit én mondjuk azon a szendvicsen, mert már ott készül a következő, és hogy mind a kettőnek lesz, de úgy ők mégis összekapnak rajta. Te pedig kívülállóként tulajdonképpen jobban rálátsz az egészre, hogy mi is a lényeg. Rávilágítanák erre például, amikor a koronavírus kitört, akkor a boltokba ugye az emberek elkezdték vinni a WC papírokat. Igen. És akkor az Arlekin szerepe szerintem kb. Valahogy az, amikor az ember így ránéz két civakodó emberre, aki a polcról az utolsót akarja levenni, és azt mondja, hogy ti vagytok az okosok, mert ők tudják jól, hogy otthon kell a WC papír, nekem nem lesz, de mégis ő nevet, mert mégis ő úgymond szellemileg felülemelkedik azon a kicsinyességen, hogy az ember cívódik valamin, amit itt ő hatalomnak nevez.
Én meg konkrétan amúgy nagyon jó, hogy hoztad ezt a példát, tényleg mindegy, nem akarom hosszúra elnyújtani, de hogy volt egy holland raktáros, egy ilyen WC papír raktárban, hogy ilyen halomba állt, tehát ilyen hegyekbe álltak, nem tudom, több millió csomag WC papír, és hogy így ez volt, hogy itt körbe furikázott a targoncával, és hogy így kérdezte egy a kollégáit, hogy figyelj, szerinted lesz elég WC papír, és így röhögött közben, hogy ha-ha-ha, és így mutatta meg, hogy ennyi WC papír van mindenütt, hogy minek veszitek, minek vesztek össze rá, amikor ennyi WC papír. De is vooral die hamsters, die bang zijn dat ze de kont niet meer kunnen afvegen het weekend, vanwege het coronavirus. Ik denk dat we nog genoeg hebben. Ez például tipikusan szerintem ez az ár neki ebbe a szituációba. Menjünk tovább. Én lehet, hogy magamtól rövid lennék, de majd kipótoljátok. Vagy nem is tudom. Szóval, hogy én igazából azt gondolom, hogy majdnem mindegyik szövegtől távolabb léptem egyet-kettőt, és hogy igazából inkább arról tudok beszámolni, ami kérdést nekem feltettek ezek a szövegek. Nem feltétlenül arról, amit gondolom, hogy jelenteni akar. És ugye ez a kései művek melankóliája, ez nekem azért tetszett egyébként nagyon. Idő volt, amíg megtetszett, mert hogy eleve azon végig gondolkodni, vagy azt végig gondolni, hogy nekünk mennyire nincsen eszközünk az öregségnek az értelmezésére, az tök fura. Mert hát ez egy közös dolog. Sőt, tulajdonképpen abban reménykedünk, hogy érintettek leszünk ebben a témában. És ugye ehhez képest azért ezek a működő irodalmi archetípusok, meg motivumok, ezek tök nem alkalmasak arra, hogy bármit kezdjünk azzal, hogy valaki megöregszik. Most még akkor nincsen benne semmi a kései művekről, meg a másik világba való átnézésről, meg ilyesmi. Hogy én egyébként is egy picit azt éreztem, hogy kisajátítja ezt a hamvas ezt a dolgot néhány különleges művésznek, majd ezt a végén visszatérek rá, hogy miért gondolom. De hogy igazából őrült nehéz beszélnünk erről a témáról, pedig hát azért ez nem egy tőlünk marha távol lévő és iszonyúan egzotikus ritka jelenség, hogy valaki megöregszik. Tehát értitek ebben az ellentmondást, ebben is van egy ilyen paradoxon, hogy valami a világ legtermészetesebb dolga, amiről nem tudunk beszélni. Ez a paradoxon, szerintem ennek a létezésnek a paradoxon a kulcs állítása ennek az egész öt szöveges füzérnek, ugye amit a Dávid mondott rá sok példát, azt hiszem én is, hogy az Árlekinben a legerősebb ez a paradoxon, a paradox létezés, de már amit az Imi mondott, hogy megélni a halált. Ugye maga ez az igény, hogy én megéljem a halált. Az nyelvileg hozzáférhetetlen. És hogy itt a kései műveknél is nagyon erősen erről van szó, hogy az összetöredezett, az lehet-e teljesebb, mint ami egyben van. Ugye azt idézi az Oedipus kolonoszból, hogy amikor semmi vagyok, akkor vagyok hatalom. És hogy, tehát ez, mert erről beszéltünk, hogy az, hogy kinek mi a kulcsmotívum, ami összefoglalja ezt az öt szöveget, az utólag érdekes lehet. Én abszolút azt gondolom, hogy a létezésnek a paradoxonjáról szól mind az öt. Hogy milyen, hogy ez ilyen megfoghatatlan. Erősebben összeérnek itt a szövegek szerintem, mint korábban. Azt mondja, hogy az Árlekinnek a melankóliáját, melankóliával fejezi be az Árlekin szöveget, és ezt nevezi a legelragadóbb paradoxonnak. Hogy az Árlekinnek a derűje, az ebből a melankóliából táplálkozik. És itt valami módon akkor mégiscsak összeér az életből kifelé néző művésznek a melankóliája a bohócéval. És akkor meg mégiscsak van egy olyan jelentése a bohócnak, amit ugye az Imi az elején kizárt, hogy a művész önreflexiója lehetne a bohóc, és hogy ebből az irányból néző viszont határozottan lehetne. De azt gondolom, hogy ez is olyan, tehát ez is simán lehet olyan hamvasi fordulat, ami egyszerűen csak átlóg a következő szövegbe, és nem kell miatta újra értelmeznünk az előző. Csak bocsánat, én biztos nagyon görcsösen akarok ilyen struktúrákban gondolkozni. Ezt nem mondom el, mert nem érdekes. A harmadik részt azt elmondtam már korábban, ami egyedül áll, ami ilyen önálló szövegként áll a szövegtesten belül. Erre csak azért szeretnék visszatérni, mert
meg szerintem kapcsolódik ez, amit a Dávid is kérdezett, hogy akkor mi van a modernség kapcsolatával, vagy mi van a modernség felfogásával Hammersnek, és hogy ugye ő azt utána hosszasan leírja, hogy az irodalmitól, meg az irodalmiságtól rendkívül távol kell tartanunk magunkat. Tehát ő ugye Logos Mennyországnak nevezi azt a helyet, ahol a szó valamilyen valódi igazságához ér el, ugye így fölemelkedik. Ez nem egy ismeretlen dolog egyébként európai filozófiákban. A Gadamernek a szó igazsága az erről szól, hogy hol van a szónak a jelen való létezése. És hogy ugye azt mondja, hogy van ez a hely, ahol a szó felemelkedik, és ez véletlenül sem az irodalmiság, hanem pont annak az ellenkezője. És hogy én ezen egy picit azért elgondolkodtam, hogy ez mi, vagy hogy pontosan mitől határolódik el a Hammers. Ezt kérdezem tőletek. Én kicsit, vagy nem tudom, én onnan indítanám, hogy szerintem ez a szövegrész egy kicsit ilyen álszpoétika is egyben, mert szerintem ő pont abban a korban volt akkor, amikor így kicsit már azt érezte, hogy mert ugye említés, hogy már mindent megírtam, már mindent tudok, nyilván valamennyire önironikusan is szerintem, de hogy akkor így kicsit fölteszi a kérdést, meg valószínűleg emiatt is vizsgálja ezt a kérdést, hogy azok a művészek, akit ő úgymond nagynak tekintett, és itt megint van egy felsorolás, hogy Beethovennek az Ámor kvartettje, meg Cézanne, meg Goethe, meg Tolstoy, meg Platón, meg mindenféle nagyság, és itt megjelenik a tekintély szerintem, de viszont nagyon válogatottan, tehát azokat szedte ki, akik szerinte megélték azt az öregkort, ahol gyakorlatilag megjelenik ez a simaság, ez a úgymond melankólikus, kicsit semmilyen, kicsit már így lemond, tehát itt is megjelenik szerintem az a lemondástól, amikor a gyerek még építkezik, még azt gondolja, hogy minél több tudástól lesz nagy tudása, meg attól fog megvilágosodni, hogyha már nagyon sok mindent tud, és akkor elér oda az öregkorban, amikor azt mondja, hogy hát lehet, hogy nem is ez volt az, lehet, hogy nem ez a sok tudás az, hanem hogy akkor már így, na zavarjuk össze az egészet, akkor ez a létparadoxonja, akkor ez az egésznek a visszaépítése. Például a Szent Tamásnak van egy ilyen mondata, amikor skolasztikus filozófiában, hogy élete legvégén egyszer csak így beütött valami, és akkor így mondta, hogy ennek az egésznek, amit csinált, sem érte. Annak a sok racionális gondolkodásnak, annak a... Igen? Hogy az szerintem fontos, ám, hogy nem mondja azt, hogy nem ez volt az irány, vagy hogy rossz irányba keresett. Igen, az tényleg. Hanem pont azt mondja, hogy ezen az úton lehetett eljutni oda, ahonnan már látnád, hogy mi a jó irány, de most már nem lehet újra kezdeni. Ugye, tehát, hogy az út nélkül nem jutok el a felismeréshez. Nem tudok olyan irányba indulni, hogy az sikeres legyen. Ja, de ez szerintem összefüggésben azokkal az inkarnációs lépésekkel, amik még a legelső részben vannak, hogy ugye mindig, minden inkarnáció előtt van valami nagy felismerés, vagy betegség, vagy valami nagy dolog, amikor így észreveszi, hogy na, hogy ez, ahhoz, hogy ide eljussak, mindez kellett, de mégse kellett volna. Tehát, hogy kicsit ilyen kettős dolog. És egyébként azt szerintem az öregkorban valószínűleg ez tényleg előjön, ez az egész kicsit ilyen sivárabb dolog, meg akkor jönnek azok a művek, amik ilyen, nem tudom, hosszas bevezető a semmiről, meg gyerekként ugye mindig azt akarja az ember, hogy most kell minden, most akarom megváltani a világot, most akarom, és akkor öregkorban meg valószínűleg már ez így átalakul abba, hogy egy kicsit elengedni azt, hogy most mit is akarunk, de attól függetlenül megtartani azokat az értékeket, amiket értéknek tartunk. Nem, ugye elkezdtem hallgatni ezt az Ámol kvartettet a Beethoventől. Én nem vagyok zeneszakértő, de nem tudom, tehát nem éreztem azt, hogy most a Moonlight Sonata meg e között most ilyen hihetetlen nagy különbség van. De azért, mert ez csapda. Hát hiába hallgatod meg az Ámol kvartettet, mert azt úgy adják elő, mint hogyha valódi zenemű lenne. Ezt leírja a Hamvas. Ja, aha. Nyilván. Ez ugye azért, most megint, hogyha gonosz akarok lenni, akkor azt mondom, hogy így marha könnyű érvelni. Tehát itt van például ez a mű. Hát mondjuk hiába hallgatjátok meg, mert nem úgy adják elő, de tök jó példa egyébként arra, amit mondani akarok. Na, de nem, tényleg nem gonoszkodom. Azon gondolkodtam, hogy kell-e ehhez öregnek lenni. Mert hogy a József Attilának az utolsó versei, azok nem töredeznek szét.
Nincs pont egy ilyen széje a furcsák, mint amiről De ez ír a teljesen Hamvas? mástól. Az Azt teljesen mástól. tudom, hogy mástól, csak hogy tehát érted, hogyha úgy megtörténik vele ugyanaz, akkor nem biztos, hogy itt az öregségem van a hangsúly, hanem De jó, pont csak azon, hogy szerintem. átnézek a következőbe. A Babicsnak a ójaj, meg kell halni, meg kell halni. Hát milyen fokon ritmustalan szöveg az összes többi verséhez képest. De ez lehet állapot is szerintem. Mármint, hogy nem kell az öregnek lenni feltétlenül, hogy azt érezzem, hogy lehet, hogy most vége, és akkor abban a hangulatban írok meg egy verset, hogy ó, halál, nem tudom, és ilyen sivár, vagy nem tudom. Szerintem nem feltétlenül az öregkornak a szükségessége, de hogy akkor nagyobb esély van rá, mint hogy mondjuk valaki fiatalon ezen. És ilyen szempontból igaz, mert ugye kései művek melankóliájának, ugye nem pedig öregkori műveknek. Ettől függetlenül valószínűleg öregként könnyebb erre ráhangolódni. És mondjuk Babicsot itt már azért vehetjük öregnek ebben a... Babicsot vehetjük, igen, József Attilát kevésbé. Igen, de vagy mondjuk Aranynak is azért ott az őszi kéknél szerintem az a... Én szerintem, és akkor tényleg csak így utána mondjátok, hogy ami nekem itt a legérdekesebb volt, az a hát közep a 7. fejezetben mondja azt, hogy amikor odaérsz, ahol még senki nem járt. Hogy ez milyen léthelyzet, hiszen ott nincsen a dolgokra szabad. Onnan nem tudsz nekünk visszahozni semmit, mert nem tudod elmondani. Ezt nem lehet lekottázni, nem lehet leírni, mert hogy az nincsen, amit még senki nem látott, az csak a tiéd, és hogy nincsen rá módod, hogy ezzel kezdjél valamit. És hogy ez azért nagyon érdekes, mert hogy ugye ezek a szövegek Hamvas szerint mégis kifejezik, pedig ugye ez a világ, ez már a művészi megismerésen túl van. Ugye azt mondja, hogy van a exakt megismerés, a sajátunk, aztán van azon kívül a tudományos megismerés, ami bizonytalan, de próbál stabilizálódni, és azon kívül meg a művészi megismerés, ami végtelenül szabad, de hogy ott a művészi megismerésen kívül van ez a kolonoszitály, ahonnan visszahozzák ezek a művészek ezeket az alkotásokat. És szerintem ez nagyon érdekes volt, ez így megfogott ez a kép. Ennek lehet, hogy nem tudok volna egy okosat mondani. Az biztos, hogy ahogy mondtam, hogy szerintem itt sokkal erősebb a kapcsolat a két szöveg között, igen. Át tudunk lépni a Pűtiára? Menjünk, igen. Át tudunk lépni a Pűtiára, igen. Tessék? Aha, mehetünk akkor. Ja, hát mehetünk. Igen. Szerintem ez a legnehezebb szöveg. És egy kicsit a legmegközelíthetetlenebb is. Meg egy kicsit a legmegfoghatatlanabb is. De hogy mégis visszautalok arra, amivel kezdtem, hogy mégis azt látom, hogy mintha ezzel tulajdonképpen az egésznek egy foglalatát adná, hiszen arról beszélik tulajdonképpen, oda jut el a végére, hogy Szofia, azaz Pűtia, az a varázslat, az a mirákulum a világban, a kettes szám, aki által a három az egyben, és az egy a háromban egysége újra helyreállva. És ugye ez a gondolat egy picit mindegyikre vinnel, hogy miért veszünk el a világban, ha az 1962-re gondolunk. Azért veszünk el a világban, mert hogy elveszítünk egy transzcendenssel való kapcsolatot, Hamvas szerint maga az egyház sem jól közvetíti a kereszténységet, hiszen az egyház megmaradt a kettőség analógiájában, és Hamvas pedig arról beszél, hogy a keresztény ájont, a keresztény időszakot, amiben mi élünk, az pont a hármasságnak a fogalma realizálja és teszi valóságossá, ami az újra egyesülést segíti az Istennel, az Eggyel. Szóval, ez a hármasság, ez miben áll? Tehát ennek mi a három része? Nem hiszem, amit mond, csak nem tudom, hogy idéz. Ember, lélek, szellem. Igen, igen. Lélek, szellem. Aha. Igen, test, lélek, szellem. Csak az egy nagyon izgalmas téma egyébként, mert a 860-as zsinatig, gyorsan megnézem nektek, hogy ez milyen zsinat volt, hogyha ez fontos.
Azt hiszem, kálcedón zsinat volt egyébként az is. Szóval, hogy a 860-as zsinatig, nagyjából 860 körül volt ez a zsinat, addig az egyházon belül is testvérek szellem hármasságáról beszéltünk. Ugye elméletileg ezek a gondolatok, ezek a kereszténységet megelőző gondolatok onnan jönnek, a testemmel, a testem az test, az érzékszerveimmel felfogom a valóságot, a lelkemmel leképezem magamba, tehát végig gondolom, a magam lelkén átítatom, hogy hozzuk hozzá, vagy taszítódok tőle, hogy viszonyok hozzá, a szellememmel pedig ahhoz a valósághoz tudnék kapcsolódni, aki nem én vagyok, aki kívül van rajtam, aki mégis létező, akivel vagyok, akiből teremtődtem, akibe visszatérek. És hogy egy döbbenetes dolog az egyház történelmében, hogy ezt a 9. században egyszerűen a hármasságot megszüntették. Sőt, ezt évszázadokkal később két következő zsinaton még megerősítették, hogy csak kettősség van, és csak kettősség van. Évszázadok alatt. Azt hiszem, az utolsó ilyen megerősítés az az 1500-as évek egyik zsinatán volt. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon elképesztő dolog. Tehát, hogy a test és a lélek van? Vagy hogy... Igen. Test és lélek van, hiszen arra hivatkoznak mindig a teremtés történetre a Bibliába, hogy van egyszer a tested, amit az Isten megformált, és a lelket viszont ő fújta beléd. Tehát, hogy nincs két lélek, nem kell a szellem. De közben egészen, na, szóval, hogy a kettősség hamva szerint az a varázslatnak a száma, az püti a száma, de egyébként pedig a végletekig kihegyezve, és nem számolva a három művelettel, az a diabolos száma. Mert hogy nincsen közös pontja. Nem tud találkozni. Ellentéteket fogalmaz meg. Elválaszt. Szétválaszt. Tehát ugye Hamvas három korszakot különböztet meg. Az archaikusat, a történeti kort, amire a kettősség jellemző, és a keresztény korszakot, amire szerintem a hármasság jellemző. Szerintem, vagy tőlem ez a könyv kicsit távol áll pont azért, mert hogy mondjuk gondoltam, hogy ez neked tetszeni fog, mert én ilyen irányokban nagyon nehezen tudok elmozdulni, vagy hogy ebben nem nagyon vagyok tájékozott. Tehát, hogy nekem Hamvasnak ebben a szövegében talán ez az, ami a legkevesebbet mondott, bár ez igaz mondjuk, hogy a nőkről alkotott elképzelésé, vagy itt a női szerepről alkotott elképzelés, az érdekes volt, még hogyha amikor elég erősen is fogalmaz bizonyos dolgokról. Mit most itt mondtál, ez nekem egy picit hát, értelmezhetetlen, hogy szabad így mondanom. Tehát, hogy tőlem ezáltal a legtávolabb. De mondjuk ez egy érdekesség, ez a hármasság gondolata, ez a test, lélek és szellem, hogy ez hogyan viszonyul egymáshoz, és hogy mondjuk ez az egyházban mennyire van meg, vagy mennyire nincs. Igen. Én csak nem, bocsánat. Hát nem. Mondja csak. Ja, nem, csak, csak néhány dolgot írtam fel itt magamnak. Én ezt már olvastam el ezt a részt egyébként. Szerintem is egyébként az egyik talán legnehezebb, vagy legkevésbé értelmezhető rész. De ami nekem például lejött valamennyire, szerintem az, hogy az elején rögtön egy ilyen vallomásszerűvel indít szerintem, hogy azon a színvonalon élni, amelyen az ember alkot, vagy gondolkozik egyenlőre, nagyon nehéz. Tehát valószínűleg ezt önmagára is értette, hogy most megírta mindezt az összes gondolatot, és akkor az élete ott van-e ezen a szinten, vagy nincs. És akkor ezen a vonalon el is tud rögtön kezdeni gondolkodni az ember, hogy oké, van egy ilyen elméleti, egy ilyen gondolati, pszichés én képem, van egy valódi én képem, mondjuk a testi vágyaimból indul ki, és néha ezeket nehéz mondjuk eleve összeegyeztetni, hogy mit tudom, van a testi vágy, van a lelki vágy, stb. És például, vagy valószínűleg Hamvas szerette Nietzsét eléggé, de például Nietzsének van az a gondolata, hogy amilyen magasra nő a fa, olyan mély a gyökere. Tehát valószínűleg ez a
szakrális, diabolikus ember. A diabolikust itt gondolom az ördöginek gondolja. Tehát, hogy ez a kettő együtt van meg az emberben, és ez olyan kicsit olyan, mint a yin meg a yangnak a különválasztása a kínai filozófiában, hogy a nőies, férfies, akkor van a sötét világos, és hogy ez a dualikus gondolkodás. És ami érdekes ott például a kínaiban, hogy mindkét félben, tehát a férfiban ott van a nőnek a pontja, illetve a nőiben ott van a férfi pont, a yin és yang szerint, és hogy ezek, igen. És ezt vezeti vissza gyakorlatilag oda, hogy az ember az androgyn volt, a férfi-nő volt egyben, és utána ez vált szét, de ez egyébként a görög filozófiában is ebből indult ki, még a lakomában, a Szókratésznél például erről beszélnek. És hogy ez az egységvarázsnak az elvesztése, ami megtörtént, és ezt próbálja visszavezetni azzal, hogy a filozófia, ami ugye a bölcsesség szeretete, abban a szófia, filoszofosz, szófia, bocsánat, ott gyakorlatilag, hogy úgy vált szét, hogy a férfi megkereste a nőinek azt a minőségét, ami az istenihez közelít, és ez a filozófia, most mondhatjuk, hogy nem nyilván, de hogy ezt külön választja, és van a testi, emberi vonalon, meg ugye a nő, ami ugyanúgy egy ilyen ultimátum, és a tudásnak, az érzelmi tudásnak a legnagyobb birtokosa. Mm-hmm. Mert mi ugye nem érzünk férfiak. Csak... Egyébként nekem, tehát hogy azért volt elképesztő jó olvasni minden nehézség ellenére ezt a szöveget, mert hogy tényleg ez olyan, mint egy himnusz a nőről. Tehát, hogy írja is, hogy az a nő, aki nincs tisztában a saját szépségével, az állati nagy baj. Főleg, akinek lelkiismeret furdalása van a szépség miatt. Ugye az, amit mond Szófiáról, hogy tulajdonképpen Szófia az Istennek a képmása. Az egész, ami Istenben van, annak valóság képében való kivetülése. Tehát, hogy ezért gyönyörű, ezért mámorító, ezért részegítő, hogy a szépség maga. Elhangzik benne az a mondat is, hogy annyira szép és olyan szinten varázslatos és mágikus, hogy maga Isten is tehetetlen vele szembe. Ugye benne van a szövegben az, hogy Isten is beleszeret. Azaz, Isten is önnön, ezt lefordíthatnám úgy, hogy Isten is önnön szépségében gyönyörködik. Abban a teljességben, ami benne van. Ami által aztán a világ létrejött. És aztán a legkedvesebb mondatom ebben az egészben, az tulajdonképpen a végén van, hogy azt mondja, hogy Szófia a teremtés mágikus varázsának testetöltése, ami voltaképpen az imagináció, a belső kép az élő testben. Előbb volt az asszony, mármint Szófia, és csak azután a világ, az asszony mintájára. Hiszen a világ az asszony másolata, az ő képe, ahogy ő képe és másolata a teremtő hatalomnak. Elképesztően szép gondolat. Hát én meg szeretném köszönni, hogy részt vettetek ebbe, és pont olyan jó lett, mint amilyennek elképzeltem, hogy jó lesz neked, viszont én így éltem meg, számomra jó volt. Jó. Remélem, hogy nektek. Jó van. Köszönjük szépen. Úgyhogy köszi szépen még egyszer, és hát akkor majd remélem, hogy én is szerint volna. Akkor fél óra múlva elsődöd, ez vágottat, ugye? Jó behagyásra. Jó. Én is köszi, jó. Sziasztok, hello! Köszi, sziasztok! Hello! Hello.